Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. A városrendészek, a polgárőrök és a rendőrök is ellenőrzik a város közterületein a helyes maszkviselést. A következő 30 napban minden előadás elmarad a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Általános maszkhordási kötelezettség lépett életbe a MÁV csoportnál. Szinte mindenki betartja a kötelező maszkviseléssel kapcsolatos szabályokat Kecskeméten. A városrendészek és rendőrök folyamatosan ellenőrzik az utcákat, de úgy tűnik, egyelőre nem sok dolguk akad. A polgárok fegyelmezettek, ezért szerencsére felszólításból és büntetéskiszabásból is kevés van. Az elmúlt napok szigorításai tetemes feladatot róttak a kecskeméti városrendészetre és társszervezeteire. A városrendészek a nap 24 órájában ellenőrzik az állampolgárokat és figyelik, hogy betartják-e a maszkviselési, valamint egyéb szabályokat. Kíváncsiak voltunk, mik a tapasztalatok az új járványügyi rendelkezések bevezetése óta. Az a tapasztalatom, hogy a polgárok jogkövetőek. Ha esetlegesen figyelmetlenségből nem hordják a maszkot, vagy nem tartják be mondjuk a távoltartásra vonatkozó szabályokat, azt figyelmeztetés hatására azonnal pótolják és azonnal eleget tesznek. A városrendészekkel közös őrjáraton vett részt stábunk. Szándékosan nem a frekventált belvárosi helyek felé indultunk, kíváncsiak voltunk az eldugottabb utcákban, tereken, betartják-e a járókelők a maszkviselési szabályokat. Utunk végére kiderült, csak nem mindenki visel maszkot. Egyetlen embert kellett figyelmeztetni, aki láthatóan feledékenységből nem vette fel az arcvédőjét. A városrendészek megerősítették, minden napszakban hasonló a tapasztalatuk, csak elvétve akadnak szabálytalankodók. Aki azonban nem visel maszkot és a felszólítás ellenére sem teszi, azzal szemben csak a feljelentés marad eszközként. Szankcionálási lehetőség a rendőrségnek van meg, tehát a rendőrség tud helyszíni bírságot, illetőleg pénzbírságot kiszabni. Nekünk elsődlegesen a figyelmeztetés maradt meg, illetőleg szabálysértési feljelentést tehetünk. A szabálysértési bírság 5-től 500 ezer forintig terjedő büntetést jelent. Bár a büntetést nem a városrendészek szabják ki, ennek ellenére a rendőrség és az egyéb társszervek komolyan veszik a feljelentéseket. Dr. Németh Zsolt azonban hangsúlyozta, az elsődleges cél a vírus terjedésének megfékezése és az állampolgárok egészségének védelme. A szankció csak végső eszközt jelent a hatóságok kezében. Időközben az aktív fertőzöttek száma hazánkban megközelítette a 35 ezret, így sohasem volt még akkora szükség a felelősségteljes védekezésre, mint napjainkban. A polgárőrök is ellenőrzik a maszk helyes viselését a közterületeken. A mai tapasztalatok azt mutatják, hogy bár jó pár ember nem tudta, szigorodtak a szabályok, majdnem mindenki hordja a védőeszközt. Elnézést! Többször is figyelmeztették ma az embereket a Kadafalvi Polgárőr Egyesület önkéntesei. Többekhez még nem jutott el a hír, hogy közterületen is hordani kell a maszkot. Sokan megköszönik azt, hogy szólnak nekik, szigorodtak a szabályok. A legtöbb ember egyetért a maszkviselésével, bíznak abban, hogy így elkerüli őket a vírus. Ez kötelező, hát muszáj használni, ez így leszünk talán egészségesebbek, vagy így gyógyulunk meg, vagy nem kapjuk el a betegséget. A polgárőrök nem csupán gyalogosan ellenőriznek, autójukkal bárhol megjelenhetnek. Mi azt tudjuk tenni, ha nincs velünk rendőr, vagy olyan intézkedésre jogosult személy, aki esetleg komolyabban figyelmeztethet, hogy szólunk az utcán látható embereknek, akik maszk nélkül mennek, figyelmeztetjük, hogy tessék fölvenni, mert ha más hivatalos személy találkozik velük, akkor esetleg meg is bünteti. És ugye elég kemény büntetési tételek vannak. A maszkviselési szabályokat a rendőrség munkatársai is ellenőrzik, akik 5000 és 500 ezer forint közötti bírságot szabhatnak ki annak, aki nem tartja be az előírást. Kovács László azt is elmondta, hangos bemondó segítségével hívják fel a lakosság figyelmét a szabályok betartására, kiemelve a maszkviselésre és a kijárási tilalomra vonatkozó előírásokat.
Bár látogatási tilalom van érvényben a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, a társulat tagjai próbálnak a teátrumban. Gégöl Sarolta, a színház marketing vezetője azt mondta, a következő 30 napban nem lesznek előadások, még online formában sem, de a darabokat pótolni fogják. Bár a nézők előtt be kellett zárni a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházat, a társulat tagjai nem állnak le, folyamatosan próbálnak. A színház marketing vezetője azt mondta, a következő 30 napban elmaradnak az előadások. Jelenleg az a döntés, hogy a műsorokat pótolni fogjuk, az elmaradt előadások pótlásra kerülnek. Jelenleg tervezzük azt, hogy ez milyen időtávban és mikor fogjuk tudni pótolni. Semmilyen néző nem fog előadás nélkül maradni, aki megvásárolta a jegyét vagy a bérletét. A pénztárak zárva vannak, tehát a bérleteket, a jegyeket nem lehet visszaváltani. Ezzel kapcsolatban még tárgyal a vezetőség, de hamarosan mindenkit értesíteni fognak a lehetőségekről. Jelenleg úgy döntött a vezetőség, hogy online előadásokat nem fogunk tartani, viszont szeretnénk az érdeklődést a nézők felé fenntartani a weboldalunkon, illetve a közösségi média felületeinken, itt tartalmakat továbbra is meg fogunk osztani. A telefonügyelet él, akinek kérdése van, az hívja a 0676 501 177-es számot, vagy írjon a szervezéskukac@kecskemetikatona.hu e-mail címre. A Benkó Zoltán szabadidő központba kilátogatóknak is figyelniük kell a november 11-től hatályba lépő szabályokra és azok betartására. Ennek értelmében a szabadidő központ egész területén kötelező a maszkviselése, kivételt képez ez alól az egyéni sporttevékenység. A Benkó Zoltán szabadidő központ területén tilos csoportosulni, illetve 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani a többi látogatótól. Sportolni csak egyénileg lehet, derült ki a szabadidő központ közleményéből. Továbbá jelenleg nem lehet használni a játszóteret, a hófánkpályát, a kosárlabda és további edzőpályákat, a kültéri fitnessparkot, a street workout pályát és a bográcsozó helyeket. Általános maszkhordási kötelezettség lépett életbe a MÁV csoportnál szerdától a járványügyi helyzet miatt. A járműveken, a MÁV és a MÁV hév állomásain, illetve megálló helyein, valamint a volánbusz állomásain és megállóiban is kötelező az orr és száj maszkkal történő eltakarása. Szerdától nem csak a vonatokon és autóbuszokon, valamint a zárt utasforgalmi terekben kell maszkot viselni az utasoknak, hanem az állomások, megállóhelyek és megállók teljes területén is. Ez azt jelenti, hogy a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A szabályszegő utasra, ha a felszólítás ellenére sem hajlandó együttműködni, 8000 forintos pótdíjat szabhatnak ki, illetve ki is zárhatják az utazásból. További ellenszegülés esetén pedig a személyzet rendőri segítséget kérhet, hogy a renitens utassal szemben intézkedjen és feljelentést tegyen. A közlekedési szolgáltatók továbbra is arra kérik utasaikat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat. A sorbanállás és személyes érintkezések csökkentése érdekében pedig részesítsék előnyben az elektronikus jegy és bérletvásárlási lehetőségeket. November 12-e a Szociális Munka Világnapja. Kecskeméten a szociális ágazatban, önkormányzati fenntartású intézményi telephelyeken mintegy 370 szociális dolgozó, csaknem 3500 kecskeméti polgár ellátását, gondozását biztosítja. A bölcsödékben 200 dolgozó gondoskodik a kisgyermekekről. Az állami és civil szektorban tevékenykedő szociális munkások száma is jelentős a híres városban. Őket, a mindennapi hősöket köszöntötte videóüzenetben Szemereiné Pataki Klaudia polgármester. Ma van a szociális munkanapja. Ezúton szeretném minden kecskeméti nevében köszönetemet, hálámat kifejezni mindazért a munkáért, amit értünk tesznek a szociális ellátásban dolgozók. Nagyon nagy szükségük van önökre, az erejükre, a kitartásukra,
a segítő, gondoskodó kezükre, szavukra, hiszen önök az elesetteket ápolják, és azokat elsősorban, akik a vírus célkeresztjébe kerültek. Tartsanak ki, minden segítséget megadunk, és köszönjük a segítségüket és támogatásukat. Saját apját szúrta hason egy kecskeméti férfi hétfőn. A sértett életveszélyesen megsérült. A gyanúsított a helyszínről elmenekült, másnap fogta el a rendőrség. A Bács-Kiskun megyei főügyészség ma elrendelte a férfi letartóztatását. Ebben a Kadafalvi utcában történt egy késelés hétfő este. A kecskeméti férfi saját apját szúrta hason lakóházuk udvarán. Az 52 éves férfi életveszélyesen megsérült, a mellüregét érte a szúrás. A 29 éves gyanúsított elszökött a helyszínről, őt másnap sikerült elfognia a rendőrségnek. A bűnügyi osztály nyomozói életveszélyt okozó testi sértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe a férfit, majd előterjesztést tettek az elkövető letartóztatásának indítványozására. A Bács-Kiskun megyei főügyészség ma el is rendelte a férfi letartóztatását, mivel a gyanúsított elszökött a helyszínről, továbbá fennáll a bűnismétlés veszélye és az eljárás jogellenes befolyásolása. Az ügyészség arról is döntött, hogy a férfi elmeállapotát meg kell vizsgálni, ezért őt az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe szállították. Online jelentkezik idén a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal Jövő Datét pályaválasztási kiállítása. A rendezvény célja, hogy a kiállításaikon rendszeresen megjelenő középfokú oktatási intézmények bemutassák képzési kínálatukat az érdeklődő 7.-8. osztályos iskolás tanulóknak és szüleiknek. Az élőhelyszínek izgalmas standok helyett most a kormányhivatal honlapján lehet megismerkedni azokkal az iskolákkal, akik beküldték a hivatalnak a felvételi tájékoztatójukat, képeiket, valamint szakma és iskola bemutató filmjeiket, derült ki a hivatal közleményéből. A suli kereső menüpontban a Válasszon iskolát legördülő menüpontjában találhatóak az adatlapjukat beküldő tagintézmények. Város szerint is kereshetünk, mivel lehetőség van a Válasszon települést menüpontban megjelölni a keresett települést, majd a Válasszon iskolát legördülő menüben jelennek meg az adott helységben található iskolák. Bővebb információkat a www.bkmkh.hu oldalon találhatnak. Zárt körű szentmisét mondanak a közelmúltban elhunyt piarista szerzetesek Balázs Gergely atya és Szabó István atya lelki üdvéért szombaton a piarista templomban. A gyászszertartást a Kecskeméti Televízió nézői élőben követhetik. Szombaton búcsúztatják a múlt héten koronavírus fertőzés következtében elhunyt piarista atyákat, Balázs Gergelyt és Szabó Istvánt. A zárt körű temetési misén csak a piarista szerzetesek, az egyházmegyés papok, a közvetlen rokonok, valamint a meghívottak egy nagyon szűk köre vehet részt személyesen. A szertartást Szakál Ádám a piarista rend magyar tartományának provinciálisa fogja vezetni. A 9 óra 30 perckor kezdődő gyászmisét a Kecskeméti Televízió, valamint a Szentháromság piarista plébánia YouTube csatornája élőben közvetíti. A temetés második része, a sírbatétel 11 órakor lesz a Kecskeméti köztemetőben, a piarista sírboltnál. A járványügyi szabályok szerint maximum 50 fő vehet részt rajta, a szertartásnak ezt a részét is rögzítik, és utólag visszanézhető lesz az interneten. Nagy erőkkel készül a magyar férfi kosárlabda válogatott az Európa-bajnoki selejtezőre. Kecskeméten edzenek a fiúk, azonban a járvány miatt egyelőre nem lehet tudni, hányan esnek ki a csapatból. Már most is vannak betegek. A szövetségi kapitány azt mondta, bármi történik, lesz csapat, aki a pályára lép november végén. Kecskeméten készül fel az Európa-bajnoki selejtezőre a magyar férfi kosárlabda válogatott. Stoyan Ivkovics, szövetségi kapitány azt mondta, az edzés helyszíne nem véletlenül Kecskemét. Ez a szeretet, meg ez a nyugalom, amit adott Kecskemét, ez nem véletlen, mert élünk egy szép városba, és a játékosok elég várják, hogy jönnek. Sajnos ez a vírus kicsit átírta szerintem mindenkinek az élete,
nekünk is. Nem tudunk, ki lesz itt, nem tudjuk, hányan leszünk. A szövetségi kapitány nem tudja a vírus miatt, hogy hány játékossal indulhatnak el a selejtezőkön, de az biztos, hogy egy olyan rendszer működik náluk. Ha bárki kiesik, akkor is játszani fognak. 12 ember van, most 8 vagy 9 biztosan nem beteg. 2 vagy 3 vannak túl a koronában. Milyen állapotban ez az emberek vannak, ez Isten tudja. Csak én úgy gondolom, az ellenfeleknek, mindenkinek most van a gondja. Nekünk milyen fontos, hogy legyünk fegyelmezettek. A szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy számukra is az a legfontosabb, hogy minél kevesebben betegedjenek meg. Stoyan Ivkovics továbbá felhívta a figyelmet a vírus elleni védekezés jelentőségére is. Kecskeméti város eddig a csillagos ötösbe vizsgázott az egészbe, úgyhogy adjunk félre a hisztik, adjunk félre a politika, és próbáljunk egy úton haladni. Magyar válogat úgy működik, mi egy úton megyünk együtt, és azért nem félek se a vírustól, se semmiből, mert tudom, hogy bármit lesz, mi tudjunk, milyen feladatunk képviselni a Magyarország. A selejtezők Szlovéniában lesznek november 28-án az osztrákokkal, 30-án pedig a házigazdákkal találkozik a válogatott. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A városrendészek, a polgárőrök és a rendőrök is ellenőrzik a város közterületein a helyes maszkviselést. A legtöbben betartják a szabályokat, felszólításból és büntetés kiszabásból is kevés van. A következő 30 napban minden előadás elmarad a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, a pénztárak is zárva vannak, viszont a próbák nem álltak le. Általános maszkhordási kötelezettség lépett életbe a MÁV csoportnál, már nem csak a zárt helyeken és a járműveken kell viselni a maszkokat, hanem a megállók és az állomások teljes területén is. Letartóztatták azt a kecskeméti férfit, aki hétfőn saját apját szúrta hason. Az ügyészség a férfi elme állapotának vizsgálatáról is döntött. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Endrődi Ferenc Pál és Zsikla Tamás, a 30 éves Akker Plusz Kft-től. Végül a szociális munkanapja alkalmából megmutatjuk, hogy van becsülete a szférában dolgozók munkájának. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap este 7 órakor várom Önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken többnyire erősen felhős, borult, párás idő várható, ködfoltokkal, csak néhol lehetnek napos időszakok, szorványosan előfordulhat szitálás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Szombaton is erősen felhős, borult, párás idő várható, ködfoltokkal, szorványosan kell számítani szitálásra, általában mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között valószínű. Vasárnap is folytatódik a felhős, borult, ködfoltos időjárás, szorványos szitálás mellett megélénkülhet a szél. Éjszaka 2 és 6, nappal 5 és 11 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Thank you.
130 éve, 1890. november 12-én született Gesztei Nagy László, agrárközgazdász. Tanulmányait Sárospatakon és Kolozsvárot végezte. Ezt követően az Országos Gazdasági Munkás Pénztárnál dolgozott, majd a Magyar Gazdaszövetség munkatársa és a Magyar Gazdák Szemléjének helyettes szerkesztője lett. 1922-ben kinevezték igazgatónak a Duna-Tisza közi mezőgazdasági kamara élére. Az Alföld gazdasági és társadalmi problémái, a szakoktatás, a homoki szőlőtermesztés és a külföldi agrárkapcsolatok fejlesztése foglalkoztatta leginkább. Népfőiskolát és mintagyümölcsöst, 1929-ben pedig kertmunkás képző iskolát létesített Kecskeméten. 46 önálló kötete és 200 tanulmány mellett több mint 3000 kisebb cikket írt, és számos előadást tartott. 1950. novemberében hunyt el. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Endrődi Ferenc Pál és Zsikla Tamás, a 30 éves Akker Plus Kft-től. Velük a nemrég indított jótékonysági akcióról és a cég történetéről fogunk majd beszélgetni. Végül a Szociális Munka Napja alkalmából megmutatjuk, hogy van becsülete a szférában dolgozók munkájának. Már is kezdünk! A Boldogság kulcsa címmel közös jótékonysági akciót indított a Kecskeméti Média Centrum és az Akker Plus Kft. Az ajtó mindenki előtt nyitva áll, bárki pályázhat lakása ablakainak és bejárati ajtajának cseréjére. A nyertes család nyílászáróit a felajánló cég most ajándékba adja, és ingyenbe is építi azokat. A nyereményjátékról és a 30 éves Akker Plus Kft. Történetéről Endrődi Ferenccel és Zsikla Tamással beszélgetünk. Jó estét kívánok, uraim! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát mindenek előtt szívből gratulálok a 30 éves jubileumhoz. Ez a három évtized, ez gondolom, hogy eseményekkel dúsított volt, és hát felívelő volt, de ez az év milyenre sikerült? Mit lehet már tudni itt a Covid-dal kapcsolatban, mindennel kapcsolatban? Hát nem ilyen évre számítottunk. Ünnepelni szerettünk volna a sok-sok munka mellett. De hát a Covid azért keresztül húzott sok mindent. De hát ez is egy esemény, amit le kell tudni kezelni. Én azt gondolom, hogy sikerült jól megoldanunk az elsőt is, a másodikat is. Most ebben élünk mai napig. Szerencsére a vevők és a forgalom az élet nem állt meg. Ez a 30 év, ez kerek évforduló, és hát egy játékkal is szeretnék mindezt ünnepelni. Mit kell tudni erről a játékról, melynek a szlogenje a Boldogság kulcsa? Közeledik a karácsony, közeledik az advent. Ilyenkor meg szoktuk nyitni a szívünket, és nagyon sokan jobban a jótékonykodás felé tekintenek. És ugye mi is azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudunk ebbe az irányba elindulni. Ugye az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, nagyon pozitívan azt látjuk, hogy Magyarországon ez a fajta hajlam nagyon szépen emelkedik. Ugye nagyon sok műsort is láthatunk az országos médiában is ezzel kapcsolatban, és hát ugye helyi szinteken is ezt tapasztaljuk. És hát a kollégákkal azt beszéltük, hogy valahogy innen kellene megközelíteni nekünk is ezt a karácsonyt, és hogyan tudnánk szakmába illően karácsonyi ajándékot adni,
lakosoknak, történetesen egy családnak, és hogyan tudunk ehhez egy közösséget kapcsolni. És akkor azt találtuk ki, hogy szakmába illő lenne egy rászoruló családnak nyilászáró cserét megoldani, egy ilyen ajándékot oda tenni a karácsonyfa alá. Miért éppen nyilászáró? Azért meggondoskodik az otthon melegéről esetleg? Igen, többek között ez is. Másrészt az, hogy nyilvánvaló, hogy ez a szakmánkba vág, ennek nálunk megvan oldva a rendszere. És ugye a nyilászáró, akármilyen meglepő, nem egy egyszeri ajándék annak, aki meg fogja nyerni, akinek kicseréljük majd a nyilászárót a lakásán, hanem ez egy hosszan tartó ajándék, ugyanis a nyilászáró ma már, a makorszerű nyilászárók nagyon komoly költségmegtakarítást jelentenek a fenntartásban, és ez hosszú távon lesz egy jó ajándék annak, aki ezt megnyeri. Illetve a lakásnak a komfortfokozata is növekedni fog ezzel. Kik hogyan pályázhatnak erre az ajándékra, ami most már nem titkos? Így van, nem titkos. Nagyon egyszerű, nem kell megijedni. Ez tulajdonképpen csak a nevében pályázat, tehát nagyon egyszerűen az a család, az a rászoruló, akkor úgy érzi, hogy az ő helyzete olyan, hogy a zsűri ki fogja választani erre a megoldásra, ez egyszerűen írja le a saját helyzetét, írja le az élettörténetét. Jellemzően nehéz helyzetbe került családokat, csonka családokat szeretnénk ezzel segíteni, olyanokat, akik saját hibájukon kívül kerültek valamilyen nehéz helyzetbe. Itt ugye beszéltünk az elején a Covidról, tehát lehet olyan, hogy aki a Covid miatt elvesztette a munkáját például, lehet olyan, ahol haláleset történt a családban, egy csonka család történt. Van erre a múltból pozitív visszacsatolásunk, mert pár évvel ezelőtt már csináltunk hasonlót, és nagyon jó volt a fogadtatás. Tehát konkrétan a kérdése válaszolva, írjuk le, vagy írja le a család a jelenlegi helyzetét, a történetét, e-mailen el lehet juttatni ezt a pályázatot, illetve postai úton, e-mailen a játékkukac.hu e-mail címre várja a médiacentrum ezeket a pályázatokat, illetve a levél formában a Szabadság tér 2-re, a Kecskeméti TV címére. Az lenne a jó, hogyha ebbe a pályázatban a rövid élethelyzet leírás mellett kapnánk néhány fotót a házról, lakásról, nyilászáróról. Nagyon jó lenne, és a zsűrinél biztos jó pont lenne, és egy kicsit szívhez szóló lenne a családról is egy fotó. Netán lehetne színesíteni egy gyermekrajzzal, ami bemutatja a helyzetet, vagy a családot. Plusz kreditpontot jelent, ugye? Igen. Így van, így van. És hát azt szeretném kiemelni, hogy itt egy jótékonyságról van szó, tehát ha valakinek a helyzete megindító, szívhez szóló, az joggal pályázhat. És biztos, hogy lesznek olyanok, akik nem szívesen nyújtanák be ezt a pályázatot a saját helyzetükből kifolyólag. Úgyhogy szeretnék mindenkit arra kérni, hogy aki a környezetében, munkahelyén, szomszédságában tud ilyenről, az nyugodtan biztassa azokat, hogy igenis próbálják meg ezt a lehetőséget. A Covid időszakban ugye mindenki félte a munkáját. Önök is, hát egy nagy cég, sok munkavállalót foglalkoztatnak. Hány munkásuk van? Hogyan kell elképzelni az önök cégét? Hát nagyok lettünk, kétségtelen. A válság óta az elmúlt 5-6 évben dupláztuk a forgalmunkat, és hát így a létszám is a 100-110 főről 170-180 főre duzzadt, hiszen ezt a megnövekedett forgalmat le kellett tudni kezelni. Úgyhogy munkahelyteremtő cég lettünk, így magában a gazdasági helyzetből fakadóan, hogy egy növekedés, komoly növekedés pályán van az építőipar. Hát szerencsések is vagyunk, hogy jelen pillanatban van munkánk, és az ágazat kiemelt továbbra is.
A vírushelyzet azonban megnehezíti a cégnek a működtetését. Mit próbálnak bevetni annak érdekében, hogy mindenkire tudjanak számítani? Hát tavasszal nagyon megijedtünk, akkor azért kitaláltunk nagyon sok mindent, de szerencsére nem támadott meg bennünket úgy a vírus, mint akkor abban a hatalmas bizonytalanságban, mint ami várható volt esetleg. Hát sokat tanultunk abból a történetekből, akkor kitaláltunk A csapatot, B csapatot, hogy mindig is zárva maradjunk, vagy bocsánat, nyitva maradjunk, ha véletlen valahol a vírus megjelenik egy csapatnál, a másik akkor még mindig ott van. Hát tudja venni a stafétabotot. Pontosan. De ez nem következett be, most már sokkal tudatosabban tudjuk ezt kezelni, és sokkal jobban vigyázunk mi magunk is, meg betartatjuk a maszkviselését, a különböző egészségügyi leírásokat, de továbbra is az a kérésem a vevőink felé, hogy hát jó lenne, ha tényleg szigorúan tartsák be a előírásokat. Mire volt elegendő ez a 30 év? Tehát honnan indultak és hová fejlődtek? Volt-e olyan szegmens ennek a fejlődésnek, ami aztán tényleg mérföldkőnek bizonyult? Magamban elképesztő, hogy 30 évről beszélünk. Tehát azért, ha belegondolunk, ez már történelem. Ez nagyon ugye? Nagy. Nagyon nagy. Talán meg egyben, hogy válaszolok a múltról, beszélek a már jövőt is. Most jön a következő 30 év. Hát így van. Tehát, fő a pozitív hozzáállás. Én azt gondolom, hogy építőipar fejlődés lesz mindig, gazdasági fejlődés. Építőiparra szükség volt, szükség van, és szükség lesz a jövőben is. Nekünk kell úgy alkalmazkodni az adott és változó gazdasági környezethez, hogy maradjunk versenyképesek, szolgáljuk azért, miért létrehoztuk ezt a céget, és hát okozunk sok-sok örömet az embereknek, hogy megvalósítják például az álmaik otthonát. Uraim, mit is kívánhatnék mást a cégnek, mint hogy ugyanilyen sikeres 30 évet és jó egészséget mindannyiuknak. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Köszönjük szépen. A mai napon, november 12-én a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte a szociális munkanapját. Ezen a napon minden olyan szociális ágazatban dolgozót ünnepelnek, aki valamilyen segítséget nyújt a rászorultaknak. 1998-tól kezdődően ünnepeljük minden évben november 12-én Magyarországon a szociális munkanapját, amikor kiemelten elismerjük és megbecsüljük az összes szociális ágazatban dolgozó tevékenységét. Stábunk csütörtökön ellátogatott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi régiójának egyik kecskeméti telephelyére, ahol az ott dolgozók beszéltek tevékenységükről. Kis Tibor a Szeretetszolgálat utcai gondozó szolgálatának munkatársa például minden nap az utcai hajléktalanok ellátását segíti, illetve próbál kollégáival fedett helyet szerezni nekik. Teljes más területről keveredtem a segítő szakmába, és itt ragadtam úgymondva, és hát azóta folyamatosan, tehát megszakítás nélkül próbálok segíteni a rászorult, elesett embereken. Itt az utcai emberekkel már annak is örülünk, meg szépet látunk benne, hogyha egy minimális köszönet. Tehát ha látom esetleg, hogy tiszta az az ember, vagy esetleg be tudom juttatni szállóra, hogy ne az utcán kelljen éjszakáznia. Igazából már ezek nekem örömet és erőt adnak, hogy csináljuk tovább. Ebbe a közösségbe, ahol vagyunk, tehát a Máltai Szeretetszolgálatnál, ez egy nagy család, úgy érzem, és itt legjobban, tehát ezért fontos nekem, meg nyilván az, hogy segítek a rászorult embereken. Sokan több mint 10 éve dolgoznak a szociális szférában. A szociális szféra talált meg engem. Igazából családi hagyományt folytattam. A szüleim hivatását egyesítem a sajátomban. Félig szociális munkás, félig rendezvényszervező lennék. Elsősorban a Dél-Alföldi Régió önkéntes csoportjával és a civil kerekasztalokkal foglalkozok, de ezen kívül sok mással is. Szeretek emberek között lenni. Úgy érzem, hogy gyakran megtalálom a megfelelő hangot a különböző helyekről érkező emberekkel, és nagyon jó a máltai közösség is.
Vannak olyanok is, akik éjjel-nappal figyelik a telefonokat és várják a hívásokat. A mindennapjaink, főleg télen, telefonvégen vagyunk, éjjel-nappal, hétköznap, vasárnap. Olyan telefonhívásokat várunk elsősorban, ami arról szól, hogy hajléktalanná vált, vagy valamilyen nehéz helyzetbe került emberen kell segítenünk. Azt gondolom, hogy a szociális munkaterületén nagyon sok ember dolgozik, és úgy gondolom, hogy olyan szempontból nagyon fontos lehet, hogy fontos, hogy embereken tudjunk közvetve vagy közvetlenül segíteni, akár magányos embereken, idős embereken, rászorulókon. A szociális munkában dolgozók számára sok esetben éjszaka sincs pihenő, hiszen van, amikor gyorsan kell szállást találni egy bajba jutottnak. Maga a szociális munkás szó azonban rengeteg mindent jelent. A szociális munkás ugye az egy összetett fogalom, és sok mindent foglal magába. A szociális munkások akár elláthatnak ugye hajléktalan embereket, családokat gondozhatnak, egyéni, rászoruló, csak szükségben lévő embereket, idős embereket gondozunk, akár a napnak egy részében, vagy teljes egészében ápolás, gondozás nyújt a számukra. Fogyatékos embereket, szenvedélyeket, pszichiátriai betegeket gondoznak a szociális munkásokat. Azt gondolom, hogy ez a fogalom szinte az egész életünket végigkíséri, akik a szociális munkában tevékenykednek, valahol mindig jelen tudnak, vagy jelen lehetnek a mi életünkben, és fontos az ő megbeszélésük. Itt a délalföldi régióban, úgy Kecskeméten is, nyilván nem mindenfajta tevékenységgel foglalkozunk, mint a szeretetszolgálat kötelékében, de a hajléktalan ellátás területén, a családok gondozásában és az idősek támogatásával, rászorulók egyéni segítésében azért helytállunk, és a munkatársaink ott állnak a fronton, és meghallják a segítségkérő hangot, és igyekeznek arra minden körülmények között válaszokat és segítséget adni. A szociális munkanapja számukra egy ünnepnap, hiszen ilyenkor a lelküket is ünneplőbe öltöztethetik a szférában dolgozók. Büszkék arra, hogy a világ és Magyarország számára is nyilvánvalóvá vált, hogy ők a mindennapok hősei, akik szociális feladatot látnak el, november 12-én egy napra figyelmet kapnak. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A városrendészek, a polgárőrök és a rendőrök is ellenőrzik a város közterületein a helyes maszkviselést. A legtöbben betartják a szabályokat, felszólításból és büntetés kiszabásból is kevés van. A következő 30 napban minden előadás elmarad a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, a pénztárak is zárva vannak, viszont a próbák nem álltak le. Általános maszkhordási kötelezettség lépett életbe a MÁV csoportnál. Már nem csak a zárt helyeken és a járműveken kell viselni a maszkokat, hanem a megállók és az állomások teljes területén is. Letartóztatták azt a kecskeméti férfit, aki hétfőn saját apját szúrta hason. Az ügyészség a férfi elme állapotának vizsgálatáról is döntött. Kecskeméten készül az EB selejtezőre a magyar férfi kosárlabda válogatott, a megbetegedések ellenére is biztosan lesz csapat, ami Szlovéniában pályára lép. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Vigyázzanak magukra és mindannyiukra, viszontlátásra!